Üdvözlök mindenkit, én Kidin 2007 vagyok, és ebben a mai videóban League of Legends Wild fogunk. Ugye ez a játék, ez nemrég jelent meg, konkrétan ez a League of Legendsnek a telefonos úgy változata úgymond. Öm, egész pontosan Tegnap, avagy 9-én jelent meg itt a játék, ö, és ahogy láthatjátok, már egész szépen állok, szóval, hogy ö, ugye van ö, 12 hős, egy ilyen skinem, 9 meccsem, ugye, és ö, mond azt írja, hogy 2 éves, vagy az akuntom, szóval nem tudom, hogy két napja játszom, vagy I don't know. Ö, és ugye, ahogy láthatjátok, a Most csak a Kajsa van, 6 meccse, vagy 66,7%-os win rate -tel. ugye, ami azt jelenti, hogy ugye, mivel csak a PVV-ket számolja, ezért van, hogy azt hiszem, 4 nyertes meccsem, és 2 vesztes meccsem, ugye. Ö, szóval így jön ki ez a win rate, és ugye, ö, így ezek a hősök, amik megvannak, ugye, és Olafra Ö, szereztem meg a, ezt a Brolaf nevezetű ilyen skint. És hát ö, a mai napra azt terveztem, hogy egy PvP játékmódot fogunk menni. Ö, ugye itt az Eventszöknél jelenleg most nálam kettő van berakva, mert egyet már kivittem, ugye itt a Valdroftnál is, ugye itt a Harmadik napra várok, ami még egy 8 óra, amíg feloldódik. Itt meg a Noxian Brotherhoodnál, meg nincsen nem Szóval igazából csak úgy játszani fogok, és remélhetőleg 11 XP-t összetudok szerezni egy mecs alatt, és akkor úgy meg lenne a 7 szint. És hát akkor szerintem kezdjünk is bele. Na, és hát itt is vagyunk, ugye? Megint kajszával megyek, mert nem tudom telefonon ezt tudom így a legjobban használni. Bot így. Oké, okay, és hát ugye, amit így még fontosnak tartok elmondani, és erre Gegi figyelmeztetett engem, hogy ugye a LOL Mobile-ban, Ugye, amikor belépsz, akkor alapból tudod választani azt az opciót is, ugye, hogy a Riot Games-el lép -e, lépj el be, viszont ugye, hogyha belépsz ugyanazzal a profiloddal, mint gépen ö, lolozol, akkor nem kapod meg ugyanazokat a hősöket, se szkineket. Viszont, ö, ha jól tudom, azt mondta nekem, hogy talán valami ilyen plusz küldetésszerűséget kapsz, vagy mit, é, aminek az ilyen, mondjuk ilyen rewardja ez egy ilyen olyan láda, vagy nem tudom mi, amiből e, bármilyen e, skint választhatsz, és akkor azt megkapod, és ugye, hogy választhatsz olyan skin is, ami már megvan, és ha jól tudom, akkor azért ilyen olyan pénzszerűséget kapsz, ö, ami ugye más... Ö, csak úgy szerezhető, hogy vásárolod, vagy ugye ilyen módon, amit most így elmondtam. És közben van velünk ugye egy Evelyn, egy Yasuo, egy Nami, egy Karen, ellenünk pedig ugye egy Eni, Ahri, Masteri, Varus, és ez a Trindemer, Demer ilyen csávó van. Ugye öm, mindjárt, be is, mindjárt bent is vagyunk. Na, és hát itt is vagyunk, amit kimondtam, ugye botra fogunk menni. Na és hát itt is vagyunk egy bokorban kempelve, de nagyon ránk akar jönni ez az Ahri. Ő is sebeztet, mi is sebeztünk, de megjött úgymond az erősítés. Megjöttek persze a ugye. Itt ö, annyiba különbözik itt ezen a téren a rendes lolltól, a játék, hogy sokkal gyorsabb a menet, szóval például, ö, a minionok is sokkal gyorsabban leszpónolódnak, a toronnak is sokkal kisebb hápja van, illetve hogy ezek a kuldánok is ö, sokkal rövidebb így az idő, amit így várni kell. És közben fejlesztjük is már a képességet. Jó, közben topon nagyon-nagyon támadnak, szóval ott van náluk az ellenséges Olaf és az Eni talán. Jó. Tökéletes. és már a harmadik képességet is tudjuk fejleszteni. Jó, azt elrontottuk. Ugye, közben itt az alapkájszak képességek, hogyha valaki nem tudná, ugye a kúja, szóval így úgymond az elsődlegesen, amit én kiveszettem itt, az, az, hogy ilyen rakétákat lő ezen a körön belülre, és mindenki besebez, ugye, és hogyha egy ilyen mondjuk csak ellenséges hős van bent, akkor csak, ugye, csak arra sebez, és nem osztik szét, és így a sebzés. második ilyen cucc, az azt hiszem, hogy elő valami cucc, amit most el is rontottam, és véletlenül benyomtam egy másik képességet is, szóval itt elő el jó messzire egy ilyen, öm, ilyen nem tudom, lövedéket, és hát pontosan, hogy miben jó ez, azt mondja, nem tudom, azt mondja, hogy picit sebez, de kezdtem azt, hogy is, hogy öm, igazából ez az R felhasználásához lesz még jó. Szóval, hogy ugye, a az E, az itt az, hogy felgyorsulsz, és hogyha ugye azt tovább fejleszted, akkor még láthatatlanná is válsz egy kis ideig. És így több ezzel utána, miután letelik ez az idő. Az R az meg az, hogy, hogy akire egy utoljára nyomtál egy ilyen támadást. Ó, közben távör picit egy pár másodpercre. Szóval akire nyomtad utoljára a támadásodat, oda mész, hogyha hatótávon belül van, és kapsz egy jó nagy pajzsot. Ó, oh, hogy engem támad a Jó. Ez nem lesz így jó. Oké. Okay. Közben itt jönnek ugye a minyonok is, meg Master is. Jó, azt elrontottam. jelenleg ugye ott a torony alatt van, bár nem is értem, hogy miért van egyáltalán itt, miközben egy dzsungeles karakter. De gondolom azért, mert még nincs itt senki más az ő csapatából, és mi meg itt egyedül beszednénk, hogyha ő nem lenne itt. Beszednénk ketten, ugye? Nézzük. Jó, úr, most nem engem támadott, ahol tökéletes. És ugye van vénk, szóval viszont most torony alatt vagyunk. Itt is vagyunk, jó jó jó, öljük meg, öljük meg. pont nem tudtuk megölni. Uge. az a baj, torony ö, megölte a csapattársamat, viszont ez a Mastery nagyon csalás volt, mert bement a torony alá, így ugye nagyon nem tudjuk úgy támadni, hogy a torony ne sebezzen minket. Max így egy-kettő lövés erre ég, de az meg nem túl sok. Közben topon már beszedték, ha jól látom, az első védelmi távörünket, és ö, minden is eléggé aratnak. Rendben. Ö, jó, hát jelenleg itt boton tartjuk, ugye? Közben megnézem, mert itt szedik a sárkányt, szóval. Á, most már nem tudok segíteni bennük. Nem baj. Közben megyek középre, mert ott... Nem tudom, lehet, hogy leszedik. Egy megvan. Az én még már nem megyek inkább. Hát akkor jövök vissza, aztán megyünk a távőrre. Na és hát itt is van az egyik Hősük, ó, lenyilazott. Nincs minyonunk. Jó, 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 megint lenyilaztak. Ó! Megjött a zenéjük. Viszont megyek hátra. Jó, aztán hamarosan szerintem ha meg, itt megyek haza, mert jó, most fogok hazamenni, mert meghalok. Veszek néhány cuccat. Itt is volt. Van még mindig a Yacht ja, Mastery. Elterem? eltalálom. Kinyírtuk. Belopták. Nem baj. Asszisszat kaptam. Töketes. Jó, jó. Minden is nagyon alattunk. Egyedül itt topon nagyon Hát nem állunk túl jól, szóval... Most pont nem támadnak, de... Jó. Jó, még épp időbek Még is jött a minyon Tökéletes. Jó, ezt a távert is beszedjük, ha minden igaz. Igen. Jö jönnek az ellenségtől tökéletes ketten is. Ah, meghaltam. Ó, uh, jó. Tökéletes. Jó, már az alapom azért elég sokat sebez. Jó? Jó, jó. Túl tudtam élni. Nézzük, a tornyot be tudjuk már most szedni, vagy... Jó, beszedtük, beszedtük, tökéletes. És most ugye még annyiban különbözik itt a rendes loltól, hogy most itt nincsen inhibitor. Illetve hát ugye a Nexus-t nem védi két nagy torony. Jó, tényleg le akarják győzni Oké. Okay. Itt kettős is van, szóval nem hiszem, hogy megpróbálkoznék így. Jó. Akkor ez lehet, hogy hülye ötlet volt. Igen. Az a baj, hogy hülye ötlet volt, mert rám figyelt még a maci is. Szóval hát, ez hülye ötlet volt, hogy így oda bemenjek és bedesselek. Na mindegy. Na közben egy topon. Mondjuk a távört, azt nagyon nem szedik. Jó, szép, szép, szép. Az megvan. Az Olaf az meghalt. Opa, opa, több. Ez itt középen az ép, Rendesen jönnek. Még azt az Ahrit, azt arra szívesen kinyírnám, de szerintem azt a minyonok fogják. Közben az, elég meglepő lenne. Jó, ezt szerintem feladják. Már jó lenne még jönni. Közben látom, itt lett egy pajzsom. Aha. Az a baj, oda már nem érek, de szerintem ezt nyertük. Beszedjük a nexus és annyi. Jó. Hát, Gigi. Ez jó meccs volt. Ezik a masterin fejlődött, és megvan a hetes szint, ami a legfőbb dolog volt. Hát MVP nem lettem, sajnos. Jó. 4-4 egyes átlag, és ott is van a level 7, ugye, és megkapjuk v viszont ez a V már nekem megvan. Szóval most kíváncsi leszek, hogy most mi lesz. Aha. Jó. Szóval átváltott a kék eszelenciába. Így most van 5500 kék eszelenciám. Ami tök jó, csak nem tudom, hogy milyen karaktert Érdemes megvenni. Szóval, hogyha van bármi javaslatotok, hogy milyen karaktert vegyek meg, ö, akkor azt írjátok le kommentbe. És hát igazából, ha szeretnétek még további ilyen lol, úgymond, mobilos ö, videókat látni, akkor nyomjatok erre a videóra egy lájkot. Like Na, és hát ez a videó egyelőre ennyi lett volna. Ha tetszett, ne felejtsetek el nyomni egy lájkot, illetve ha mi nem tettitek meg és szeretnétek, ne felejtsetek el feliratkozni. Én Kilin 2007 voltam. Sziasztok!